Tisztelt Ház, a gyászos koronavírussal terhelt hónapokban megjelentek a tavalyi évre vonatkozó demográfiai adatok is, és el kell, hogy mondjuk, Magyarországon a kormány propaganda minden próbálkozása ellenére és sajnálatos módon folytatódik a demográfiai tél, hogy egy ismert anderizmust említsek, süllyedő Atlantisra emlékeztető állapotok uralkodnak Magyarországon, hiszen az élve születések számának a zuhanásszerű csökkenését egy-egy évre sikerül megállítani, aztán megint zuhanás követi a folyamatokat. 1980-ban még ugye majdnem 150 ezer gyermek született Magyarországon, 1990-re 125 ezer környékére csökkent ez a szám, az ezredfordulón jutott sajnos 100 ezer fő alá, és hát azt is látjuk, hogy 2011-re esett mindenkori legalacsonyabb élve születés száma, egy 88 ezres adat. 2016-ig szerencsére, ahogy a régió országai mindegyikében, ez a visszapótlódásnak nevezett folyamat a termékenységi arányszámot szintre lökte vissza. Ugyanakkor 2016 óta minden évben mérséklődött a születésszám az előző évhez képest. A tavalyi év szerencsére kivétel ez alól, hiszen egy-egy sikeresnek tűnő konstrukció, mint most a baba váró, képes egy kicsit lökni, egy esztendőre ezen a számon, két ilyen alkalom volt az utóbbi 10 évben. Azt látjuk ugyanakkor, hogy a tavalyi születésszám még mindig jóval alacsonyabb, mint a 2016-os. Éppen ezért az a kormányzati propaganda, amely valamifajta demográfiai fordulatot igyekszik sejtetni, egész egyszerűen nem találkozik a valósággal. Azt is látjuk, hogy a mostani élve születés szám alapján az évszázad közepére ez egy 6,5 milliós ország lesz. Tessék megbarátkozni ezzel a gondolattal, ami statisztikai alapú, nem ellenzéki vádaskodásból indul ki. A mai élveszületési szám alapján 6,5 milliós ország lesz Magyarország. A közös felelősségünk az, hogy változtassunk mindezen, és hát éppen azt tapasztaljuk, hogy ezen változtatás nem működik az eddigi családpolitikával, és azt is látjuk, hogy kétségkívül GDP alapon és úgy súlyozva a családtámogatásokra fordított összeg magasabb, mint a korábbi időszakokban, és ez szerintem jó dolog, ezt el kell ismerni. Ami viszont megdöbbentő, hogy a viszonylag több idejutott forrás ellenére is egy helyben toporgás tapasztalható, és nem sikerült bármiféle rendszer szintű eredményt elérni ennyi pénzből. Éppen ezért látjuk azt, hogy hát maga a Magyar Nemzeti Bank is meghazudtolja a kormányzati sikerpropagandát, hiszen az előttem tartott tanulmányban a szerző, Kreiszné Hudák Emese, a Mi kell a demográfiai fordulathoz című munkájában szó szerint azt említi, hogy a termékenységi ráta szintje elmaradást mutat azon országokhoz képest, amelyek hasonló összeget költenek családtámogatásokra, és ez bizonyítja a kormány vegytisztán neoliberális gazdaság és családpolitikájának sikertelenségét. Önmagában az, hogy újépítésű lakóparkok vásárlásához kedvezmény nyújtanak, és a jellemzően szerencsésebbeket támogatják, az út szélén hagy több millió olyan honfitársunkat, akiknek lennének családpolitikai céljai, gyermekvállalási céljai, nem csak a kilakoltatottakról beszélek, de azon a brutálisan magas albérleti árakat megfizetni kényszerülő fiatalokról, az albérletbe kényszerülő és onnan szabadulni nem tudó magyarokról, mindazokról, akiknek egyértelmű és érdemi család politikai céljaik lennének és családi céljai. Azt is látjuk, hogy folyamatosan csökken a szülőképes korban lévő hölgyek száma, és az utóbbi 4-5 évben egy óriási utolsó lehetőséget szalasztott el ez a kormányzat. Hiszen az 1970-es évek második felében született nagy létszámú korcsoport az utolsó, amely még valamifajta demográfiai szinten maradást tudna hozni, és ez a korcsoport most kezdi éppen elhagyni a szülőképes kort. Én nagy figyelemmel tanulmányoztam a Jövőnk a gyermek című tanulmánykötetet, egy demográfiai csoda ez a mű. Jellemzően KDNP közeli szakértők és nemzetben gondolkodó szakértők írták tele ezt a könyvet, és azon lepődtem meg a legjobban, hogy 10 olyan javaslatot találtam benne, amelyet ezek a derék szakmabeliek javasolnak, a Fidesz és a KDNP viszont nem nyújtotta be ezeket a parlament elé. Éppen ezért én megfogtam az egyik ilyen javaslatot, amely az amúgy még akár sikeresnek is bizonyulható babaváró támogatásról szól, és amely egy értelmetlen felső életkori korlátot hoz ebbe a rendszerbe, mivel pontosan ez az említett nagy létszámú korosztály most ezt még realizálni tudná kedvezményként. Éppen ezért benyújtom azt a javaslatot, amely a babaváró támogatás esetén ezt az értelmetlen korlátozást, amelynek csak a spórolás volt a célja,
megszünteti, és elvárom a Fidesz, illetve a KDNP képviselőitől azt, hogy ezt a javaslatot abban a formában támogassák, ahogy azt a saját szakértői papírra vetették. Ez a magyar megmaradás záloga, támogatni kötelező, nem támogatni egész egyszerűen hazaárulás lenne. Köszönöm a figyelmet!